A szervezetnek 17 város és három régió a tagja, a skóciaig leszgótól egészen nagyváradig. A szecesszió egységes stílus, de mégis minden országban megvannak a helyi sajátosságai, mondta a szervezetelnöke. Leginkább az építészetben jelentkezik, de a képzőművészet más területen is tetten érhetők jegyei. A szecessziós városok hálózata elsősorban tudományos célokkal jött létre. Szeretnénk összegyűjteni a tapasztalatokat, hogy miképpen lehet ezeket az épületeket megóvni az utókornak. Melyek az megóvás elsődleges feladatai, és ezt hogy lehet megcsinálni? Szegeden sok szecessziós épület látható jó állapotban. A rögpalota, a tömörkény gimnázium, a grófpalota vagy a zsinagóga is ide tartozik. Az elnök szerint ezek a stílusnak nagyszerű reprezentánsai. Rigával, Glasgow-val vagy a híres többi szecessziós várossal összehasonlítva is megállják a helyüket. Nagy Sándor alpolgármester arról beszélt, hogy egy önkormányzatnak ezek az épületek egyszerre jelentenek felelősséget és lehetőséget. Felújításuk és karbantartásuk ugyanis a sok díszítés miatt sok pénzbe kerül. Ezért is próbálnak neki közfunkciót adni, és azért is, hogy látogathatóak legyenek. Létezik az a turista, aki kifejezetten a szecesszió európai városait keresi föl, ezeket az épületeket szereti, ezeket az épületeket szeretné meglátogatni, ezért ebben a város számára van lehetőség. Ez a hálózat és a mostani konferencia arra is lehetőséget ad, hogy a városok kicseréljék tapasztalataikat a szecessziós épületek fenntartásáról és a turisztikai programokba való beillesztéséről.